Sokszorosan is örülhetett Matók Ádám és Szabó Kátián a hétvégi kassaralli után. A fehérvári páros nem csak a felvidéki futamon aratott magabiztos győzelmet, az is eldőlt, hogy a nyolcas kategóriában magyar bajnokok lettek. De van, ami még ennél is boldogabbá tette Matók Ádámot. Stabilan teljesítettük az idei évet, nem voltak benne semmilyen kilengések, ezért nem érzékeltem azt a fajta súlyát, hogy, hogy küzdelmes lett volna. Sokkal nagyobb teljesítmény volt az, hogy a Kétkedők között abszolút elsők tudtunk lenni egy ilyen nehéz versenyen. Ráadásul úgy, hogy ugye három országbajnokság, nem csak a magyar bajnokság szerepelt itt, és ez lekötötte a figyelmünket, nem tudtunk a Magyar Bajnoki címmel foglalkozni. A Tobak Team Hungary versenyző páros a Kassaralit megelőzően a biztonságot tartotta szem előtt. A hétvégén azonban már az erősebb autókat is megtámadták, sikerrel ennek volt köszönhető a két kerekes Zónakupa győzelem. Nagyon kellett feszülni az eredményért, viszont hát megkaptuk azt a lehetőséget, hogy most annyira megyünk, amennyire csak akarunk, illetve amennyire csak tudunk, mert a versenyen éppen elrajtoltunk, és már is kiesett a bajnokságban. Még az, aki ellenfelünk lett, tehát volna a azonnal kiállt műszaki probléma miatt, így a bajnoki cím már megvolt. És akkor az Ákos azt mondta, hogy mehetünk, ettől kezdve pedig nem volt kérdés az, hogy hogy mi a cél. Érthetően a csapat vezetője, Tobak Zoltán is nagyon elégedett versenyzői idei teljesítményével, és bízik a jó folytatásban. A matók Szabó kettős az idén még biztosan rajthoz áll. az a következő néhány hétben dől el, hogy hol és mikor láthatjuk az újdonsúlyt bajnokpárost.